Olyan beruházás valósulhatott meg, amelynek során az új férőhelyek létesítésével elősegíthetjük a telítettség mérséklését és az elhelyezési körülmények általános javítását. A beruházással a Gyorskocsi utcában elhelyezhető létszám 198 főről 298 főre, a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetben összesen elhelyezhető létszám pedig 979 főről 1079 főre változik. Szintenként összesen 10 darab, 2, 3, illetve 6 fő zárka kerülhetett kialakításra. De kicserélésre kerültek a homlokzati és belső nyilászárók, felújításra került a gépészeti, tűzvédelmi rendszer és az elektromos hálózat is. Kivitelezés első periódusában a fogvatartottakat is bevontuk a munkába. 40 fő 14 ezer munkaórát dolgozott. A maga büntetésvégrehajtási törvény az nem arról szól, hogy van-e halálbüntetés, vagy se, nem arról szól, hogy szigorúban ítélik meg a bíróságok, vagy sem az elkövetéseket, hogy erre a büntető törvénykönyv szól, amit egyébként szintén nemrégen fogadott el a parlament, az valóban alapvetően szigorít, de ugye a büntetésvégrehajtási kódex az nem erről szól, az arról szól, hogy aki már bekerül a büntetésvégrehajtási intézetbe, milyen bánásmódban részesül, milyen jogai kötelezettségei vannak, az őrszemélyzet miként bánik velük szemben, milyen nevelő intézkedéseken mennek keresztül. Nénk Észak-Magyarországon a következő bővintézetet felépíteni, Észak-Magyarország ugye bűnügyi szempontból meglehetősen fertőzött, és Miskolc környékén Szilvabesenyőn tervezzük.